Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb Pokémon Moon végjátszásban, ahol is folytatjuk a történetet. Ez a két Sudowoodo elmenekült, úgyhogy még mindig van 25 percem azt a Fóka BB-t összeszedni, ami nagyon jó lenne. Kaptunk egy Mystic Water-t, ez vajon mi lesz jó? Hát a Yowake tudja, a Battle Royale Dome. Oké, most egyelőre más dolgunk van, te kis barna kisfiú, ez a Route 6. Ó, oh, bakker, nincs nekünk erre időnk, nekünk a 7-eshez kéne menni, amelyiket pont az ellenkező irányba van, szóval, hát good luck, van még 25 perc hozzá, nem? Oh man, mi ez? Ez a Mudbray átalakulása lenne? Hatalmas ez a ló. Jézusom, ez a tekintet, ez nem a játékból való. Mint hogyha... Oké, szóval ő a farmer lány, és akkor megjelent Team Skull. És akkor megint harcolni kell, gondolom, itt bohóckodnak. Ő hapu. Hát úgy néz ki, mintha valami Nintendo 64 játékban lenne idevágva. Nagyon csúnya az arca, mármint hogy a többi karakterhez képest. Na menjen. Hát srácok, veletek kell húznom a drága időmet. Milyen dolog ez. Na nem baj, menjen. Hú, de pengén beálltál. Egy Pokémonnal az bőven jó, és jó Drowsy. Drowsy. Egy kis tapír. Mindig meg nem állt van benne elő nálunk. Nem baj. Nem baj, annál jobb. Nem kell sokat agyalni. Egy jó fizika. Azaz. Confusion. Nem jelentett gondot. Így van. Csak nehogy confused legyünk. Így van. Nem lettünk azok. Minden flottú megy, minden működik. Quick Claw. Csak ezerrel meselem az ágombot. Bing. Oké, Drowsynak annyi. Oké. Most tényleg annyira gyorsan próbálom az egészet működtetni, ahogy csak lehet. Minden egyes beszélgetést átugratok. Szerintem itt nekünk ebből nem lesz nagy problémánk, és ti se bánjátok. Hanem azt kell bámulni, hogy a karakterinterakciók jönnek egymás után. Oké. Drifloom, vagy mi ennek a neve? És elfelejtettem. Oké. Kapjunk egy olyan dolgot, amivel fel tudunk ott menni a Route 7-re, léci. Ezt a csacsit ezt odaadhatnád. Oké, nem akarok én Battle Royale-ozni, vagy most ez kötelező lesz? Oh, wow. Figyeljétek már. Elment. Nem már. Tehát rosszkor használtuk ezt a szkennert, úgy látszik, mert az a játéknak a mottója, hogy kit érdekel, te mit csinálsz. Te akkor is Battle Royale-ozni fogsz. Úgyhogy én úgy látszik, le is mondok arról a fókáról. Nem baj. Majd egy szép napon, egy szebb délután. Itt van Machamp, feszít ezerrel. Hát, hogyha ő lesz az ellenfelünk, akkor lesz gond. Na mindegy, itt egy Pokécenter. És akkor menjünk is egyből oda. Ó, figyeljétek. Pink Nektár. Pink Nektár. Menjünk is itt ide egybe. Ez az a fickó, akivel ugye találkoztam, neki volt Type-nalja. Aki egy normál Pokémon, jutólag, és át is tud alakulni. Mit? Valamit mondjatok erről. Semmi, good to see you van. Nézzük a Battle Royale-t. Ugye ez egy japán könyv. Én el is olvastam, a filmet nem láttam. A könyv ez elég durva volt. Ilyen túlélős, ilyen... Ho-ho! Figyeljetek már, ilyen luchador ruhába. Ilyen birkózós tuczba nyomja. A csávó. Félmeztelenül. Ez nem kukui? Nem úgy néz ki? Nem olyan a kecske szakálla van? Ó. Négy trénert kell legyőznünk a Battle Royale-ban. De remélem, hogy ezek nem online trénerek. Azok biztos, hogy elkenik a számot. Oké. Szóval csak próbáld ki. Jaj, nem már, te is itt vagy, Hau. Hau az örök vesztes. Természetesen próbálkozik mindig valahogy bekerülni a figyelem középpontjába. Ready. Én vagyunk a névtelen harcos, ugye a Gordon Freeman-jei Pokémonnak. Mi sose szólalunk meg, viszont minden más... Nem tudom... Ilyen érdektelen figura, meg folyamatosan jártatja a száját. Ó, jól néz ki ez a Gyarados, meg...
Azt hiszem, az Charizard kapu volt, de pillanatra kihagyott az agyam. Oh my, Tyranitar. Jó, magyarosan mondom ki, jó? Nem baj. Szóval nem is választottam Pokémonokat. Lehet, hogy erre korábban került volna a sor. Dartrix. Rockruff. Szóval ez a Battle Royale úgy látszik egy ilyen free-for-all csata lesz, ha jól látom, vagy kettő-kettő ellen. Wow. Nézzük. Tehát... kezdődjön. Izgalmasnak tűnik. Most akkor kit támadjunk először, és miért kapunk pontot? Ezt nézzük meg, hogy más Pokémon tudunk választani? Nem. Csak meg nem álltunk van, és neki sincs tele az élete, szóval köszi játék. Rockruff biztos, hogy nem. Dartrix tuti, hogy nem. Hát Typhnot tudjuk támadni. Ja, de várjál. Fémmel tudjuk támadni a követ is. Úgy van. Próbáljuk meg ezt a Rockruffot. Mi volt ez? Protect? Nem már! Pont akkor használ Protectet, amikor jöhetne az arcába egy jó kis acél. Aha, szóval bevédte magát kettően is Rockruff. Mindenki őt akarta támadni. Én jó vagyok meg nem állta szerintem. Tehát abszolút nem lesz gondom. Próbáljuk meg ugyanazt. Ha minden körre Protect-tel, akkor is egyszer félelni fog. Figyeljetek, mindenki a kis csávót akarja. Bájtol, visszabájtol neki. Ez sokat nem vesz le. Magnet Bomb. Talán majd Dartrix-szal fog bajunk meggyűlni, mert őt nem fogom tudni hivatalosan könnyen támadni. Viszont ő se engem. Hála Istennek. Ha jól tudom, akkor a Juicy Die az a harmadik... Na, egy valaki kiesett, akkor vége lesz? Ennyi volt? Ő csak őt kellett legyőzni? Látjátok, ilyen, ez van, amikor nem figyeld a szabályokat. Hogy csak egy ilyen kis rövid bemutató volt. Hú. Abszolút fel voltál tüzelve a csata alatt. Figyeljétek, mekkora hipster van előttünk. Ő Kiave. A tűzkapitány. Hú. Na, az a Route 7 kell nekünk is, ott vagy. Oké, oda kell mennünk. Lehet, hogy még van esélyünk. Mindig fenntartom a lehetőségét, hogy esély az soha nem hal meg, hogy az hal meg, ja, nem az a remény, bocsánat, hát nem baj, az esély se. A remény az ugyanaz, nem? Valamilyen szinten. Tehát a remény hal meg utoljára, srácok, lehet, hogy fel tudunk csapatni rá ott héthez, ha elég gyorsan püfölöm az ágombot, és lesz esélyünk azt a fóka bébit meglátogatni. Na nézzük, már rongyolhatok is kifelé? Ú, de jó lenne. Igen. Azt írja most a Rotondexem, hogy a Route 7 felé menjek. Hogy jutok oda legkönnyebben vajon? Meg kell néznem megint a... Hol az a... Itt van a tollam. Hú, gyerekek, izgulok. Erre felfelé? Aha, erre felfelé valahogy. Lehet, hogy akkor ezen a fémúton? Fémúton? Betonúton? Erre felmegyek. Hú, de okos vagyok. Trénerek, ne jöjjenek szembe. Hopp. Kikerüljük őket. Hopp. Hú, de jó vagyok. Ne, le van zárva ott az út. Itt egy Delibird. Fej. Itt egy pokilabda. Ezt gyorsan fölcsípjük, és ott van, látjátok, egy zászló. Szerintem az már a Route 7. Engedj ki. Nem akarok veled harcolni még. Ha, gyerekek, itt lesz valahol. Megnézem gyorsan a QR scannert, hogy van-e még... 15 percen van még. Hú de zsír. Szóval, Route 7. Nézzük akkor, hogy erre lesz-e. De lehet, hogy lesz itt egy cutscene. Fú, gyerekek. Van pokilabdám, van mindenem. Nézzük, kit rakjunk be előre. Valakit, aki nem fogja... Gaslit mondjuk. Na jó lesz. Közben bevettem a kis pókot, látjátok. Nos, nézzük. Találkozunk-e a fókával. Hú, de izgulok. És nem. Francba. Pedig ez Route 7. Hát, hogy a következő lesz. Fletchling.
Úgy van, de Gastinek se kell sok, hogy szintet lépjen. Esetleg itt fenn. 15 perc, az csak elég kell, hogy legyen. Elkapjuk egy vadállat Rozmár Pokémont. Ez itt talán. Hajjajjaj. Lehet, hogy valamit közben... Én nem tudok. Ajj, egy Cubone! Ez például... Nem egy rossz ötlet, ugye van egy marovak, alolai marovak forma, merovak forma. Természetesen most nincs rá időnk, sajnos Cubone. Next time maybe. Megyek felfelé továbbra is. És talán itt a barlangba lesz? Mi ez itt? Nem tudom, hol vagyunk. Megint megnézem a térképet. Srácok, nagy a kaland, nagy az izgalom. Ez már Route 7. Oké. Okay. Ez volt a Royal Avenue, és ez itt az egész a Route 7. És akkor lehet, hogy itt jobb oldalt van ez a vizes rész, oda kéne eljutni, mert mégiscsak egy fókáról beszélünk. Aha, ki kell mennem oda a beachre. Én már innen látom. Kiszúrta eddig is a szememet. Hát egyen meg az agyam. Oh, franc! Piroska közben megtalált minket. Ezt jobb benéztem. De még mindig van időnk, esély nem múlt el. Remény nem halt meg. Mariah Carey, hallottátok azt a izét, botrány mi volt a újévi koncertjén. Playbackelt az egészet, mint Korda Gyuri bácsi. Ment a szám, nem ment a szám, össze-vissza énekelt. Na, egy normál típus kapunk. Ez azt jelenti, hogy Gastly használhatatlan. Most nem akar azt mondani, szokás szerint, de az sajnos. Mudbraid behozzuk. Nyomunk egy vidám double kicket Miaunak a tányér arcába. Ez volt az első gondolatom, úgyhogy ezt is fogjuk csinálni. Jó van. Túléljük ezt a kis cica harapást. Nézzük, hogy egy double kick elége. A fenében milyen gyors. Ratt élet. Egy. Ó, oh, pont nem lesz elég. Pont nem lesz elég. Hát hiába. Nem vagyunk elég gyorsak. Ja, sokat nem tudok csinálni. Ez az. Pont kikerültük a kis karmolását. Cserébe kilapítottuk a fejét. Jó van. Gastly szintet lép. Yeah! Meg akarja tanulni a Sucker Punchot? Az igen! Az igen! Dark Move-ot tanulunk meg Gastlyvel. Nagyon-nagyon hasznos. Csak már ugye 25-ös szintet érnénk el. Az egy... Gondolom kommentben leírjátok, hogy az egy jó pillanat lesz. Ha Gastly éri 25-ös szintet. Na! Gyorsan veressük tovább. Itt van már a strand nagyon közel. Ne! Úgy, arra felé. Túljöttem volna? Mi van ott? Nem tudok lejutni? De le tudok. Tuti le tudok. Mondd, hogy le tudok. Nem már. Ez szívás. Várjatok, ez lehetetlen. Elmegyek arra felé. És itt látom, hogy itt van valami út. De nincs. Ah, oh, itt van. Ah, oh, ah, oh, te jó ég. Mi van ott? Egy albetűt nyomhatok. Horgászunk, ez az jó ötlet. Nincs itt semmi. Na, most. Még egyet. Itt kell lennie pedig valaha, pedig nem harap semmi. Na. A francba, van még itt lejjebb. Ó, te jó ég. Ki tudunk menni a vízre? Laprasszal, csak úgy. Ez a jó, gyerekek. Hú, mennyi minden van itt. Ott egy úszó. És nézzük. Ez az! Sphere! Na, jól tudtam, valami szílt akartam mondani. Sphere. Ú, gyerekek. Hát egy álom vált valóra. 19-es szintű kis hógolyó. Na most azon kell gondolkozni, hogy hogyan ne nyírjuk ki, igaz? Nézzük egy Nightshade-et, az viszonylag baráti cirogatás. Oké. Még ebből belefér egy. Jaj, ne! Nyomja az akvaringet, ami azt jelenti, hogy életet fog visszatölteni. Ajjajjajjaj.
De meg lesz, srácok, meg lesz. Érzem, hogy ez a pillanat, ez nagyon váratott magára, de most már itt van. Sphere-t elkapjuk, és azt hiszem Volrain? Volrain annak a neve? Írjátok meg kommentben, mi annak a harmadik verziójának, formájának a neve. Én már most rá akarnék dobni egy labdát, én nem merem bántani. Vagy hipnózis, még nézzünk meg. Ez az, elaludt. Hork-hork, jaj de cuki egyébként. Hogyha lenyelt volna egy hatalmas bowling golyót, és nem akarná kibüfögni. Na, még mindig tölti magába az életet? Szerintem ki fog jönni a labdával. Még egy Sucker Punchot. Nem Sucker Punchot, mit akartam? Night Shade-et nyomhatok rá. Nem merem. Ha már ideig szenvedtünk vele, hadd próbáljam ki a Great Ball-t. Lehet, hogy simán el... Ja nem, volt itt Dive Ball-unk. Talán Dive Ball az jobb lesz. Nézzük. Fogalmam sincs, ezt a Dive Ball-t nem szoktam nagyon használni. Emlékszem, hogy volt azt hiszem a második generációban is. 1, 2, 3, és... Ez az! Oh yeah! Oh yeah! Hú, elkaptuk. Majd egész biztosan betesszük a csapatba. Ha jól tudom, akkor ő jég és víz? Jég és víz lesz belőle? Vagy valami ilyesmi? De várjátok, most ez... Várjátok, Pokédexben nincs benne. Alola, Akala, Melemele... Tehát... Várjátok, na, mindegy. Visszamegyek a... Pokécenterbe, és ott találkozunk. Nos, srácok, itt vagyok, mutatom a listámat. Jól tudtam egyébként, Steel, Ice és Water Type. Ez azt jelenti, hogy lesz egy jég és vízi Pokémonunk, valószínűleg a jövőben is. Nagyon brutál. Hát még nem tud olyan power dolgokat, de szerintem későbbiekben támaszkodhatunk majd rá. Úgyhogy most végre lesz egy kis időm, most nem vagyok a nyomás alatt, lesz egy kis időm körbenézni. Itt ez bazi nagy hely volt, amit itt átrohantunk. Ugye az egész sziget sokkal hatalmasabb, mint az előző volt, úgyhogy biztos, hogy van egy csomó olyan titkos rész, meg item, amit össze tudunk szedni. Plusz egy csomó Pokémon kihagytunk ugye a fűből is. Tehát nem néztük meg, ez valami kávézó, ez olyan nincs kedvem. Nem is szeretem a kávét. Itt vagy izé. Tippeket. B-vel tudjuk megállítani az evolúciót. Na, ezt meg én is tudtam, szerintem az első Pokémonból. Már ott használtam, akkor át akart alakulni. Ki is volt az? Azt hiszem, hogy stoppoltam Charmeleont. Nem emlékszem, hogy korábban tanulja meg valamit, mint ugye Charizard formában. Hát igazából ez a trükkje, ezért kell néha megállítani, mert azt nem tudom, hogy ki mennyire tudja, de a Pokémonok bizonyos sorrendben tanulnak meg támadásokat, és például, hogyha meg nem állított, mondjuk felvisztük 51 szintig és nem engedjük átalakulni, akkor sokkal hamarabb megtanulja azokat a mozdulatokat, mint mondjuk Magneton vagy Magnezone. Hát ez egy vidám csata lesz. A bocsáska meg a izé. Veletek rock simán, ugye? De nézzük meg. Nagyon kicsi a PP a Sucker Punchnak. Nem is sikerült használnunk. Nagyszerű. Megtanulta a Sucker Punchot és használni fogja ellenünk. Gyerekek, lehet ennél jobb? Miért vagyunk ennyire rohadtul loserek Gastlyvel? Vagy vagyok én? Legalább nem azt használta. Oh yeah. Így is levette majd az összes életét. Oké, rakjuk be szerintem a kis új Fóka Baby-t. Van itt szerintem bőven, amivel a Sudowoodoo nem fog tudni elbánni. Sudowoodoo. Hú, mekkora golyó. Rock throw, és avoidoltuk, és nézzünk egy Brine-t. Kíváncsi vagyok, egy elég lesz-e. Nézzük, hogy mennyire erős a kis babynk. Hát annyira nem, de kettőből bőven megvan. Mondjuk a Brine-t szerintem 40. Wow. Wow, ez nem jó. Jaj, rosszat nyomtam, láttátok? Francba. Rosszat nyomtam. Kő az meg ugye feltéri a jeget sajnos, úgyhogy én is szuper effektív vagyok rá. Vagy ő is szuper effektív rám. És ő előbb használja a Sucker Punchot, és kinyírt minket. Úristen, de láma vagyok.
Jézusom, Jézusom. Oké, nem használjuk ezt a kis ceruzát. Úgy látszik, folyamatosan csak mellé nyomok vele. Nézzük meg Gaslyvel, össze tudjuk-e hozni ezt a félelmetes ütközetet. Egy nyomorul 17-es szudobudú gyerekek. Na, semmit nem vett le. Nagyszerű. Cserébe egy életünk maradt. Hát, egy Nightshade a végére még belefér. Ó, nem, ő van előbb, persze. Oké, tehát már két Pokémonunkat ütöttek ki Sudowoodo. Jók vagyunk, 17-es Sudowoodo. Nagyon Mudbray szuper effektív rá. Gyakorlatilag minden támadásával. Hát ez nagyon gáz volt. Sajnálom. Néha így jön ki a téma, sajnos nem lehet. Néha véletlen is számít. Hogyha azt a Brian nyomom másodszor, akkor már rég túl vagyunk az egész csatán is. Kapott volna XP-t Sfeel is, de hát így nem. Így sajnos nem. Úgyhogy visszamegyek tölteni, és innen jövök majd. Megvolt a ülítás, srácok. A fűben meg akartam nézni, hogy van-e valami érdekes. Nem tudom, hogy ki játszott a Pokémon Alpha Zafira vagy Omega Rubival, de abban például nagyon jól van megoldva. Van egy ilyen PokéDav, vagy PokéNav, azt hiszem. Fel ne tudja már, lehet, hogy rosszul mondtam a nevét. És azzal lehet olyan Pokémonokat találni a fűben, hogyha settenkerünk, ha lassan megyünk, amik erősebbek a normál átlag Pokémonoknál. Közben itt bejutunk a pajtába. Paniola város hátulja. Sleep Talk, ez olyan Pokémonoknak jó, akik sokat alszanak, például Snorlaxnek, és tudnak támadni alvás közben, de jaj, látom, hogy tovább nem tudunk menni, úgyhogy vissza. Nézzük, van-e itt más? Valami megint megállított. Ó, még egy Mudbray. Szevasz. Csacsi-pacsi. Nem fogod tudni, azt hiszem, hogy támadni Gaslyt. Nightshade. Gaslynek nagyon kéne az átalakulás. 22-es szint, igen. Na, úgy mondom, nem tud támadni. Jó lenne, hogyha hívna segítséget, és itt nem is tudom, kinyírnék 10 Mudbrayt, talán akkor feljutnék pár szintet. Nem tud azzal támadni? Na nézzük, kap-e segítséget. Kapott. Nagyszerű. Hát igen, így nyomjuk ezt szerintem. Gépsoron a Mudbrayeket pusztítsuk. 15-ös és egy 17-es. Nézzük, mennyi XP-t kap. Én olyan 150 körül tippelem. Bár nem emlékszem, mennyit kéne. 150, 170? 155, na. Nem sok, nem is olyan kevés. Jó, megmondtam mi. Menjen a következő Nightshade. Ameddig van, addig nyomjuk. Oké. Nőtt a defense, de nem tudsz arca rúgni. Átrugsz rajtam. Én egy szellem vagyok. Milyen durva egy Pokémonnak lélektanilag az, hogy egy olyan másik Pokémon ellen harcol, akit fizikailag képtelen sebezni. Tehát, hogy egy ilyen örökkévalóságig nem tud csinálni ellene semmit. Nagyon vicces. Ha nem vicces, igazából szomorú. Nem jött meg a segítség. Egyedül vagy. Vége van. Pápá. Így van, lemészároljuk a második barna szarvast, csacsit is. Meee. 200 XP-t kaptunk, ez 17-es szintű volt. Menjünk itt le, felé. Erre még talán nem voltam, ekkora kő. Ez egy tréner? Az. És nem látott meg, nekem kellett rákattintanom. És itt járkálnak itt a Barbie babák. Kihívják a 10 éves kisfiúkat csatelni. Figyeljetek már, Beauty Britney. A Britney Spears is le van modellezve a játékban. Köszönjük a készítőknek. És egy Cubone. Cubone-nak hát csak a rock támadásaitól félek. Ha van neki. Szerintem Dark nincs neki. Talán egy Confuse-ét is kaphatott volna. És főleg fizikállal támad, úgyhogy esélyes. Focus Energy jól van. Pumpálva lesz. Nézzük a Confuse Rate. Csihú! Hatott rá, működött. Csicsöregnek a madarak körülötte. Azt se tudod, mi van.
Szemedig se látsz el, magadat támad, ez az! Magát ütötte arcon. Ez ideig jól megy. Kicsit belelendültem Gastlyvel a küzdelembe. Nézzük a... Ez szerintem elég lesz, így van. Bang, Cubone. Szóval van egy Alola formája a Meroveknek, aki szellem Pokémon. Na szóval, ennyi volt, ez a csata úgy látszik. És itt is rengeteg fű van, bocsánat, itt mozgatom a képernyőt. Nos. Én már ki sem mondom, tudjátok, Donald. I will build a great, great wall. 16-os szintű. Mi van erre még lefelé? Szerintem el fogjuk érni lassan a partot. Egy hulázó csaj. Azt, hogy kiszúrt Pocahontas innen a izéből. A szeme sarkából. És látjátok, Dancer Majka. Majka. Jó van. Oricorio, na melyik az? Ez a Fairy? Aha, jó kis Hawaii szoknyás. Na, jók leszünk. Boom. Relacs keveset vett le. Air Cutter. Wow, gyerekek, mekkora sebzett. Hát, hogyha még egyszer ezt használja, akkor nekünk annyi. És lehet, hogy nem jött ezt a kritiká. Peck. Na, az nem sebez sokat. Nem merem beválni a Sucker Punch-ot, úgyhogy Nightshade-et nyomok. Azaz! Hú. Hát egy kicsit bevoltam. Foscsizai nem jön össze. Cserébe Gastly megérett. Még egy szintre. Kapott egy csomó jó kis statisztikát, és Majkát visszaküldjük hulázni. A TV2-re vagy nem tudom melyik csatornán van. Lecseréljük Gastlyt. Elég volt egy picit belőle. Nézzük, Sphere tud-e villantani. Itt a... mekkora füves rengeteg van. Én boldog vagyok, örülök neki, hogy összejött. Nagyon kellett egy vízi Pokémon, és már tényleg nagyon frusztrált az, hogy egyszerűen nem találtam semmit. De végre itt van. Nem, még sose volt ilyen Pokémonom, úgyhogy... kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a jövőben, miket fog tudni, miket fog megtanulni, hogyan fog viselkedni. Wow, Ice Ball. Hát igen, nem valami hüde erős. Szerintem fussunk el, mit szóltok? Hogy nem tudunk elfutni? Ja, az Ice Ball olyan, mint a Rollout, gyerekek, hogy egyre többet támad minden körben. Ajjaj! Ajjajjajjaj! Egy életünk maradt! Hú! Úristen, ez meg volt írva nagykönyvben. Egy életünk maradt. Ez Bide volt, amit használt? Én nem emlékszem mit. Oké, akkor azt mondja, hogy őt is cseréljük. Ez nagyon, nagyon veszélyes volt ez a csata. Mudbray. 22-es. Közben kezd kialakulni egyébként a csoda csapat. Ahogy látom. Szóval itt erre lefelé csak egy út nyílik meg. Hát ez meg azta. Ezen az óriás nautszeren nyomja. Stoutland az a neve? Erre nem mehetünk tovább. Úgy satszolom. De erre voltunk már? Mi ez itt? Hoppá! Voltunk már erre? Mi ez itt? Kozmetika? Research Lab? Hoppá! Nem engedünk? Értem. Nincs megbeszélve a professzorról időpontunk. Nem tudunk ide bejutni. Na, se baj. Itt egy nagy antenna. Ja, ki kell menni az utcára, értelek. Szerintem csak így simán visszaérünk a városba. De én úgy gondolom, hogy ezzel a részén teljesen meg vagyok elégedve. Úgyhogy gyógyítok is egyet, és hát elmegyek egyet pihenni. Felkészülök a következő részekre. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy velem tartottak ebben a részben. Remélem, hogy izgalmas volt. Nekem egyébként az volt. Főleg az a rész, amikor ugye az előző részben, melyeket hát most is kételkedtem, mert egyáltalán összejön ez a kapás, de pozitívan nézek a jövőbe, úgyhogy vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek, vegyétek a ceteket.